körist és más olyan fafajtákat ültetnek el szexárd szerte az önkormányzat zöld brigádjának munkatársai, amik nem nőnek magasra. Összesen 222 facsemetét vásárolt most erre a célra a város önkormányzata, azután a 3424 darab után, amiknek idén már találtak helyet a település közterületein. Ebben számítunk a lakosságra, számítunk a vállalkozásokra, a civil szervezetekre, hogy hova legyenek elültetve a fák. Természetesen városképi szempontból is fontos, hogy egyeztessenek Szekszárváros önkormányzatával, vagy polgármesteri hivatalával egész pontosan, és a következő hetekben ez az akció le fog zajlani. A cél, hogy évvégéig legalább 4000 új facsemetét sikerüljön Szekszárdon elültetni. 2021-re pedig azt tervezik, hogy a település most még több burkolt területét parkosítják a zöldváros program keretében. Akár a 160-as múzi közötti részen, vagy a Luther téren éppen ez fog megvalósulni, és ott is szeretnénk fákat ültetni, új zöld felület és új fák. Tehát kifejezetten figyelünk arra, hogy környezetvédelmi szempontból, vagy a környezetünk szebbététele szempontjából, a természeti környezet szempontjából jelentős fejlesztéseket valósítson meg a város, hiszen a város jövőjét én azt gondolom azt határozza meg alapvetően, Szekszárd esetében is, hogy milyen és mennyi zöld felülettel rendelkezik. Ebben vagyis a zöld felületek számának és helyének meghatározásában a helyiekre is számítanak az önkormányzatnál. Szekszárdon egyébként az elmúlt időszakban kifejezetten nagy gondot fordítanak a környezetvédelemre. Néhány hete például a csapvizet népszerűsítő kampány indult a városban, aminek eredményeként a tervek szerint évente 102 tonna műanyag flakontól szabadulhat meg a város.